Üdvözlöm Önöket, Kulifai Máté szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Augusztus 15-én ünnepelte a katolikus világ az úgynevezett Nagy Boldogasszony ünnepét, ami Mária mennybe a napja, római katolikus ünnepnap. Az úgynevezett Mária dogmákkal kapcsolatban a hetekben korábban az elmúlt években több cikk is született, ezek egyikét olvasom fel most, 2001. augusztusából. Augusztus 18-ai számot tartom a kezemben, a következő címmel írt cikket ebbe Kulcsár Árpád történész, átcsalogatott nagyasszony. A terjeszkedő római birodalomban bevett gyakorlatnak számított az Istenek átcsalogatása, evokáció, sacrorum. Ennek során, mielőtt a felvonultatott római erők megkezdték volna a konkrét hadműveleteket, vezérük ünnepélyes keretek között a meghódítani szándékozott idegen város és terület isteneihez fordult és felszólította őket, hogy álljanak át Róma oldalára. Cserébe a felajánlotta, hogy a birodalom főségét elfogadó istenségek megbecsült helyet fognak kapni a római istenek népes családjában. A római vallásnak kezdetektől fogva fontos jellemzője volt a vallási keveredésre, a szinkretizmusra való nagyfokú nyitottság, és az átvett istenségek valóban kaptak is kifutási lehetőséget. A római panteon számos közismert alakja eredetileg valamely meghódított népistene volt. Az alávetés után az adott népnek leigázói vallását kellett követnie, de régi hitviláguk nem egy elemét a római vallásba átemelve kapták vissza. Így váltak különböző itáliai népek istenei már igen korán rómaiakká, mint például Vénusz, Fortuna és a jelen témánk szempontjából figyelemreméltó Diána istennő, akinek minden esztendőben augusztus 15-én volt az ünnepe. Diána örökösei a birodalom további terjeszkedése során a hellén világ meghódítását követően egy újabb nagy mitológiai rendszerrel a görög vallással való nagyszabású keveredés vette kezdetét. Ennek során felismerték, hogy a római és görög hitvilág számos alakja pontos párhuzamba állítható egymással. A római Vénusz lényegében ugyanaz, mint a görög Afrodité. Viktória megegyezik Nikével, Mars árészel, és így tovább. Dianát Efézus híres istennőjével Artemisszel azonosították. Sőt, idővel arra a felismerésre jutottak, hogy nem csak ezek az istenpárok jelölnek ugyanazon természet fölötti személyeket, hanem hogy egyes női istenpárok, illetve különböző feladatokért felelős egyéb istenasszonyok valójában egyetlen nagy női istenség, egy égi úrnő különböző megjelenési formái egy nagy istennő egyik alakjának tekintették Diana kötőjel Artemiszt is, aki egyszerre volt sok termékenység istennő, illetve istenanya, ugyanakkor örökké szűz istenasszonyként is tisztelték. A fennmaradt források egyértelműen bizonyítják, hogy meggyőződésük szerint egy adott természet fölötti lény több nevet is használhat magára, sőt az Istenek számára nem is az az elsődleges, hogy milyen néven tisztelik őket, hanem az, hogy folyjon a kultuszuk. A kultusz egyik fontos elemének számított, hogy megtartsák az adott istenség ünnepnapját, Dianáét, például augusztus 15-én. A konstantini fordulatot követően a 4. századtól kialakuló római katolikus egyház, miközben hitelveiben és hitgyakorlatában egyre inkább távolodott a korai egyház bibliai normáitól ugyanakkor a római valláshoz hasonlóan igen nagy hajlandóságot mutatott a vallási szinkretizmusra, a különböző pogány vallásokkal való keveredésre. E keveredésre a pogányság részéről már a korai egyház idején megvolt a készség. Szemléletesen állítja ezt elénk az új szövetség több beszámolója is. Így például, amikor Lisztrában Pálapostól és Barnabás szolgálata során gyógyító csoda történt egy születésétől fogva sánta emberrel, a város lakói Azonnal készek voltak az apostolokat pogányistenek rangjára emelni, és tiszteletükre Jupiter papja felkoszorúzott bikákkal akart áldozni. Ez az apostolok cselekedetei 14. részében olvasható. A korai egyház apostolai azonban élesen és határozottan ruháikat megszaggatva utasították el a pogánysággal való keveredést. Ezzel szemben a katolicizmus, mint Hanyatló, majd megszűnő római birodalom legfőbb szellemi örököse átvette és rendszeresen alkalmazta az istenek átcsalogatásának a birodalomban már bevált módszerét. Már csak azért is rákényszerült erre, mivel a különböző népek katolikussá tétele során Rómának szembesülnie kellett azzal, hogy a lakosság többsége jó szántából nem kíván katolizálni. És annak érdekében, hogy az emberek az erőteljes államhatalmi kényszerítés közepette, szívesebben elfogadják és gyakorolják az államvallássá tett névleges kereszténységet, Számos pogány rítust beleépítettek, a liturgiába, valamint a pogány hitvilág sok-sok alakját beemelték a katolikus szentek sorába. Ezen istenségek keresztényé tétele többnyire kimerült abban, hogy valamilyen keresztény hangzású új nevet kaptak, ami persze vajmi kevéssé zavarta őket. Cserébe viszont kultuszuk változatlanul folyhatott, csak most már a katolikus államegyház által védelmezett formában. Így lett a kelta Brigid istennőből Szent Brigitta, egy kis mitikus lényből Szent György, és így tovább. Számos istennő a bibliai Mária neve mögé rejtőzve mentette át a kultuszát a katolicizmusba, és azonnal megindult a bibliai Mária alakjának átformálása az ő hasonlatosságukra. Ezek közé tartozott a Diana Artemis is. Tőlük kapta az új katolikus Mária a Teotokosz, azaz az Istenanya címet. Ennek olyan nagy fontosságot tulajdonítottak, hogy 431-ben a harmadik egyetemes zsinaton keresztül vitték Mária Istenanyaságának egyházi dogmávátételét. Sokat mondó az esemény szellemi hátterére nézve, hogy erre pontosan Efézusban, Diana Artemis egyik fő kultusz helyén került sor. Jól lehet, minden Bibliaolvasó keresztény tudhatta, hogy Pál apostolnak éppen az Efézus Artemis Diánával való konfliktusa volt az egyik legerőteljesebb szellemi szinten. Ez a történet az apostolok cselekedetei 19. részében olvasható. A dogma elfogadására annak ellenére került sor, hogy jelentős ellenzéke volt a zsinaton. Az ellenzők éppen azzal érveltek, hogy Máriát azért nem lehet Isten anyának, Isten szülőnek nevezni, mert a Szentírás egyértelműen kijelentette, hogy Jézus csak az emberi természetét nyerte az anyjától. Isteni természetét a atyától kapta, ez a zsidókhoz írt levél első részének ötödik verszakában olvasható. Az említett Isten párostól nyerte a katolikus Mária az örös, örök szüzesség tulajdonságát is, ennek hangsúlyozását szintén igen fontosnak tekintették, ezért 553-ban az 5. Egyetemes Zsinaton ezt is az egyházi dogma rangjára emelték. Hogy a hittétel mennyire összeférhetetlen a bibliai Mária alakjával, azt egyértelműen bizonyítja, hogy két evangélium név szerint is felsorolja Jézus Krisztus öccseit, akik Máriától és férjétől Józseftól születtek. Máté Evangéliuma a 13. rész 55. verszak, illetve a Márk Evangéliuma a 6. rész 3. verszak. Így Mária Jézus születése után semmiképpen sem maradhatott szűz. Pogány magyar hitvilág. A Kárpát medencébe érkező magyarság már korán találkozott Róma térítő szándékával, de más népekhez hasonlóan a magyarok sem akartak önszántukból katolikussá lenni, hanem megmaradtak régi hitükben pogány isteneik tiszteletében. A ránk maradt töredékes források, néprajzi adatok, illetve rokon népek vallási párhuzamai során alapján rekonstruálható pogány magyar hitfelfogás szerint a föld felett hét ég húzódik. Minden égben egy-egy istenség és annak felesége egy úrnő, azaz boldogasszony uralkodik. A legfelső égben trónol a legfőbb isten, feltehetően ezt nevezték az öreg istennek, illetve a magyarok istenének. Az ő felsége, felesége, nagy boldogasszony, azaz a nagy úrnő, királynő. Az asszony ugyanis iráni jövevény a magyar nyelven, és eredeti jelentése úrnő, királynő. Közismert, hogy a pogány magyarok katolizálása kifejezetten politikai megfontolásokból indult meg Géza fejedelem idején, aki a német-római császárság és a bizánci birodalom harapófogójából csak a német császárnak tett engedmények útján tudott szalabadulni. Az engedmények egyike a térítés megindítása volt a fejedelemi hatalom fegyveres támogatásával. Hogy maga Géza sem vonzódott a katolicizmushoz, azt jól mutatja, hogy ő továbbra is megtartotta a pogány hitét. Az erőszakos térítés második hulláma István király trónra kerülése után indult meg. A módszerek gyakran brutális kiméletlenségét nem csak István vallási törvényei jelzik, hanem olyan kortársi feljegyzések is, mint az itt kö működött térítő pap, Querfurti Bruno levele 1009-ből. Ebben arról számolt be a német-romai császárnak, hogy a térítés elősegítése érdekében a katolicizmust elutasító magyarok közül a mieink némelyeket megvakítottak. Miközben az államhatalmi segédlet igyekezett megtörni a nyílt ellenállást, a közben a katolicizmus zöggemönnentesebb átvétele érdekében számos pogány magyar rítus mellett a boldogasszonyok is bebocsátást nyertek a katolicizmusba, és ezt követően már a katolikus szent hagyomány a tradíció szerves részeként folyhatott a kultuszuk. Valamennyi boldogasszonyt hivatalosan Máriával azonosították, de használatban maradhatott az eredeti pogány elnevezésük is. Ez azt az igen csak furcsa helyzetet eredményezte, hogy a magyar Mária egyszerre nagy boldogasszony és kiszasszony és eketiltó boldogasszony, valamint sarlós, gyümölcsoltó és gyertyaszentelő, havas és olvasós boldogasszony is. Nagy boldogasszony a pogány ma nyok, magyarok is főistennője a legfőbb Mária ünnepnapját augusztus 15-ét kapta ünnepnapul, azaz Diana Artemis kultusz napját. Egyébként a magyar főistennő Artemishez hasonlóan anyaistennő istennő is volt. Az ő leánya volt a szűznek maradt kisasszony, akit így nem volt olyan nagyon nehéz azonosítani, az ekkor már örök szűz katolikus Máriával, aki Dianától vette át ezt a tulajdonságát. Mindezek ismeretében nem tekinthető különösebb keresztény érdemnek István király részéről, hogy ő nagy boldogasszony tiszteletét igyekezett előmozdítani. Amikor a Árpád ház kultusz helyévé tett Székesfehérváron, István felépítette a dinasztia családi templomát, és azt Nagyboldogasszony tiszteletére szentelte, ezzel úgy gyakorolta a katolicizmust, hogy közben pogány fejedelmi elődeinek a tradícióját is folytathatta, akik szintén Nagyboldogasszony tisztelői voltak. Megjegyzendő, hogy nem csak a magyarok tisztelik Máriát úrnőként és királynőként, hanem más európai népek is, csak nem mindenütt. Ez különösen annak figyelembevételével érdekes, hogy Ézsaiás proféciája szerint Babilon leányának, a népek nagy hitetőjének és nyomorgatójának egyik ismertető jegye, hogy országok ürnőjének nevezteti magát. Sőt, a jelenések könyvéve ehhez azt is hozzáteszi, hogy egy természetfeletti lény a föld királyaival kíván tisztátalan szellemi kapcsolatban élni, állni. Ennek fényében csak elgondolkodható, hogy Magyarországon a királyok főbb kultikus szertartásai az urnőnek szentelt templomban zajlottak, hiszen évszázadokon át a Székesfehérvári Nagyboldogasszony templomban történtek a királyjákenések, koronázások, a királyi esküvők és a temetések is. De más országokban is ugyanez figyelhető meg, így például a francia királykoronázások is az úrnőnek szentelt helyeken zajlottak, a Reimszi, illetve a Párizsi Notre-Dame templomában, a Notre Dame jelentése, a mi úrnőnk. Péternek vagy Máriának. Az, hogy István király Magyarországot nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta, nem tekinthető bizonyított történelmi ténynek. Hetedik Gergely pápa 1074-ből származó levele azt állítja, hogy Magyarországot hajdan István király minden joggal és hatalommal Szent Péternek ajánlotta fel is adta át. Ez szerint tehát valójában az Istváni felajánlás Péternek történt. Miért tartalmazza akkor István nagy legendája, amely a király 1083-ban történt szentélyavatására készült a Máriának történő felajánlást? Györfi György István korának és személyének egyik legnevesebb kutatója a királyról írt nagyszabású monográfiájában ezt azzal magyarázza, hogy László király, aki István szenté folyamatát irányította és a legenda megírására parancsot adott, a pápaság Magyarországra irányuló hatalmi törekvéseinek egyik hivatkozási pontját akarta semmisé tenni azzal, hogy a Péteri felajánlást a Máriának történővel cserélte fel hetedik Gergely pápa ugyanis, aki addigra már számos országot a pápaság hűbőri foggőségébe vont, Magyarországra vonatkozó hasonló szándéka érdekében azzal érvelt, hogy őt, mint Szent Péter utódját az István által Péternek tett felajánlás révén megilleti az ország fölötti hűbőri felhatóság. A módosított felajánlási történet révén azonban ez az érvelés alapját vesztette. Az Istvánkori szellemi képbe természetesen beleillik egy ilyen ország felajánlás, ami a későbbi évszázadokban több alkalommal meg is történt. Sőt, nagy boldogasszonyt patrona hungáriaként, azaz Magyarország védelmezőjéként is elkezdték tisztelni. A boldogasszony kultuszt mindig a katolicizmus veszélybe kerülése idején kezdték el felerősíteni, és a rekatalizáció fontos fegyvereként alkalmazták ezért kapott rendre kiemelt szerepet a bibliai alapú reform mozgalmak ébredések időszakában, melyeket a katolicizmus következetesen eretnekségnek bélyegzett. Így nem meglepő, hogy a mindmáig egyik leghíresebb magyar Mária himnusz, az ellenreformáció korában született boldogasszony anyán kezdetű ének egyik verszaka a következőképpen fohászkodik. Térisd édes anyánk buzgó kéréseddel, az eretnekséget te könyörgéseddel, vagy másik változata szerint írts ki édesanyánk az eretnekséget, hogy az, kik téged régen tiszteltetnek, te dicséretedre visszatérhessenek. Hisz egy ilyen úrnőtől ez joggal elvárható. A Hetek Univerzum podcast sorozat adását hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban található linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal valamint a hetek.hu online híroldalunkat, és ajánlom követésre. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészülését, a videó alatti sávon található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást. ajánlást!